A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel Szállodalánc. A lakásvásár szakmai partnere az Ökoházak cégcsoport. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Sorozatos csatornán köszöntöm Önöket, ezúttal az új lakásokról beszélgetünk majd, mégpedig abban az apropóból, hogy az utóbbi időben több médiumban is lehetett olvasni, hallani olyan esetekről, amelyek hát igencsak nehézre teszik a vásárlást, vagy legalábbis elgondolkodható, hogy mit kell figyelembe vennie a vevőnek, hogyha tárgyalásba kezd egy új lakással kapcsolatban. Nagyon, nagyon jó hír, hogy rengeteg új lakás épül, szerte az országban rengeteg darut látunk. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy van kereslet is, viszont az építőipar, miközben tényleg hihetetlen nagy száguldásba kezdett, munkaerőgondokkal küzd, és nőtt az építőanyagok ára is. Magyarán, hogyha valaki a tervező asztalról vásárolt meg ezelőtt egy-két évvel új lakást, esetleg kerülhet abba a helyzetbe, hogy nem készül el a lakás, vagy esetleg csúszik. Na, erről beszélgetünk, hogy mit lehet ebben az esetben tenni, vagy mire kell vigyázni akkor, hogyha az új lakást próbáljuk megvásárolni, illetve beszélünk arról is majd, hogy 2019 év végén lejár az 5%-os új lakás áfa, és hogy a kormány mit tervez az ügyben, ez is kérdés, de addig, hogy nem tudjuk a kormány válaszát, megpróbáljuk mi meg ítélni azt, hogy milyen kimenete lehetséges annak, hogyha marad az 5%, illetve abban az esetben, hogyha esetleg visszaemelik, akár 15, akár 27%-ra. Na, ilyen hosszú felvezetés után köszöntöm a stúdióban Balla Ákost, a Balla Ingatlanirodák tulajdonosa. Szervusz Ákos! Köszöntöm a kedves nézőket! És dr. Rajz Zoltán ügyvédet. Szervusztok! Hát mind a ketten találkoztok számtalan olyan esettel, a praxisotokban is, amikor új lakás vásárlása esetén, ugye egyrészt szerződéseket köttök, másrészt pedig, ha mondjuk egy-két évvel ezelőtt kötöttek szerződést, akkor bejelentik esetleg az építők, hogy hát sajnos ez az áron nem tudják odaadni, növelni kell az árat, vagy nem tudják átadni a lakást. Na, hogy néz ki a piac, Ákos? Hadd kezdjem azzal, miért nagyon elmerülünk a vevőket érintő problémákat egy jó hírrel. Tekintettel arra, hogy ugye miközben 10 évvel ezelőtt is megvoltak ugyanezek a problémák, hogy ugye itt a jogi bizonytalanságok megépül-e, csúszik-e az ingatlan. Nagyjából 10 évvel ezelőtt még találkoztunk azzal a problémakörrel is, hogy vajon milyen minőségben épül meg az ingatlan. Az elmúlt 10 évben ugye nem feltétlenül örülünk a szabályozásoknak a keményedésének, de azért az építőiparban vagy a minőség ellenőrzésben ez fontos, hogy ez ugye valóban szigorodott. Tehát ugye egyrészt ugye az ellenőrzések, az elnaplók, az anyag megfelelőségi tanúsítványok, és maga a szabványok is szigorúbbak lettek, illetve azért az elmúlt időszakban a válság nagyon sok olyan kóklert és kisebb céget kisöpört a piacra, akik nem voltak odavalók. Tehát azt merem mondani, hogy az építőipari minőség, vagy az építő anyagoknak a beépítésének és az egész épületnek a megvalósításának a minősége javult, tehát egyre kevésbé arra kell, hogy figyeljünk, hogy vajon egy nagyon silány minőséget vagy elfogadható minőséget kapunk-e, mert azt kell, hogy feltételezzük, hogy legalább egy elfogadható minőséget adnak át számunkra. Bocsánat, nagyon fontos, hogy mondod, mert sokan azt feltételezik, hogy miközben nő az építőanyag ára, meg ugye a munkaerő ára is, tehát a bér, igyekeznek esetleg azon spórolni az építők, hogy milyen anyagot építenek nem be. Nem feltétlenül tud, tehát ma már ez azért fontos, a szabályok erre nem adnak lehetőséget. És azért nagyon fontos, hogy miközben nagyon sokan ezt tekintik fontosnak, vagy fókusznak, tehát kimegy és megnézi a vevő, hogy az a látszó vasbeton szerkezet az értékesítésnek a korai szakaszában hogy néz ki, és megállapítja, hogy ez egy jó minőségben épült vasbeton szerkezet. De hát ez egy standard, tehát ez nem is lehet ennél lényegesen rosszabb. Nem erre kell figyelni valójában, hogy tényleg az a tégla az milyen minőségű, vagy a beton milyen minőségű. Nem azt mondom, hogy ki van zárva, hogy esetleg ilyen jellegű probléma legyen, de én nem erre helyezném a hangsúlyt. Hangsúly ugye lehet azon, hogy milyen szerződést raknak ugye a vevőnek az oldalá, ami ugye
ugye nem kell attól megriadni, hogy egy kész szerződés, és nem nagyon tudunk ebbe beleszólni, hiszen ugye egy több mint 100 lakásos társasház, de akár még egy kisebb, egy 45-50 lakásos társasház esetében is kizárt, hogy mi a saját szájunk íze szerint vevőként módosítsuk ezt a szerződést. Ha emögött a projekt mögött bankhitel van, akkor már csak azért is, mert a bank nem engedi, illetve kezelhetetlen lenne több mint 100 lakást, mondjuk több mint 100 egyedi szerződésnek a tartalmát megoldani. Nem ezzel van gond, de az a szerződés attól függetlenül, hogy merev, lehet jól szerkesztett, etikusan szerkesztett, vagy valamilyen módon a szerződő felek között fair kapcsolatot létesítő, vagy lehet egy oldalra billenő, amiből eredhetnek azok a problémák, amit az előbb ugye mondtál, hogy ugye nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a vevővel megpróbálja a módosításokat elérni az eladó, amik mondjuk egy komolyabb csúszás, vagy akár, hogy az utóbbi időben tapasztaltunk már olyat is, ami egy többletdíjnak a fizetése, vagy egy magasabb vételárnak a megfizetése. Itt ugye arról van szó, hogy több, nem is egy, hanem több komolyabb beruházásnak tapasztaltuk azt, hogy Viszmajorra hivatkozik az építőanyag árak növekedése miatt a beruházó, és azt mondja, hogy ő két évvel ezelőtt igaz, hogy leszerződött erre a lakásra, ma nem tudja azon az áron átadni a vevőjének, lehetőségeket kínál fel a vevőnek, kettőt egészen pontosan, hogy eláll a szerződéstől, és visszakapja egy későbbi időpontban ezt a pénzt, amit eddig befizetett, avagy lényegesen magasabb vételáron folytathatják ugye az együttes üzletüket, az ingatlan adásvételt. Ez viszont ugye a vevőknek nem kecsegtető, hiszen ugye nekik ez azt jelenti, hogy egy durva áremelést kell, hogy elfogadjanak egy oldalon. Ez a Jobbik eset, amit mondta, hogyha visszaadják a pénzt. Mert olyan is előfordul, hogy megy a húzavona, hogy most visszaadják, vagy nem adják vissza a pénzt. Ugye azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ugye egy ilyen projekt mindenféleképpen látszik, hogy bajban van. Tehát ugye azért ez nem egy egészséges képet fest a projektről, tehát ugye innentől kezdve az, hogy megígérik, hogy visszakapják-e a pénzt, vagy visszakapják valóban a pénzt, az majd akkor válik tényé, hogyha vissza is kapta az összes vevő. Tudunk ezek mellett azért olyan projektekről, és ezt is el kell, hogy mondjam, ahol például a tervezőasztalra próbálták előértékesíteni az ingatlant, nem sikerült az előértékesítés, vagy legalábbis a beruházó megállt és nem indított el a projektet, és minden ügyfélnek visszaadta ugye azt, amit beszedett. Tehát nem szeretnék csak ördögöt a falra festeni, vannak olyan korrekt jó példák is, amikor valóban nem úgy jöttek össze a beruházó számításai, és elszámolt az összes vevőjével, aki ezt előfinanszírozta, vagy megvásárolta. Nagyon jó, hogy mondtad, mert én is találkoztam nem egy ilyennel, aki eleve a szerződésben rögzítette, tehát ő maga rögzítette, abban az esetben, hogyha nem tudja bármi miatt átadni, akkor természetesen visszafizetés meg is teszi egyébként. Tehát valóban mondjuk a jó példát is, talán ebből van több, bízunk igen, benne. Csak arra szeretném a földön figyelmet, hogy nem a tégla minőségére kell feltétlenül fókuszálni, hogy arra a műszaki ellenőrök, minőség ellenőrök fókuszálnak, alapvetően, hogy az a fontos, hogy az érdekeink teljesüljenek, lakáshoz jussunk, és lehetőleg ez annyi pénzért, olyan feltételek mellett arra a határidőre, amire ezt ugye leszerződtük. Ügyvéd úr, mit tapasztalsz ezen a területen? Én is tapasztalom a pozitív példákat, a pozitív hozzáállást a beruházók részéről, akár a szerződéskötés, akár a szerződés teljesítése során, tehát ezt nem lehet elvitatni, ebben az Ákosnak igaza van, és közös a bizodalmunk szerintem, hogy ezekből van több, és mindemellett pedig nem lehet elmenni amellett, hogy bár Ákos is utalt rá, hogy vannak rossz példák, vannak negatív példák, ahol különböző vélt vagy valós okokra hivatkozva a beruházók szeretnének a korábban megkötött szerződésekből kitáncolni, vagy azt módosítani a vevő számára hátrányosan, és akkor ezekben különböző szintű, különböző komolyságú, különböző megalapozottságú próbálkozások vannak, meg nem igazán tudni még azt egyelőre, hogy ezek hová fognak kifutni. Biztosan van olyan vevő egyébként, aki az első szóra, az első felszólításra módosít a szerződésen, és esetleg ráfizet néhány millió forintot csak azért, hogy biztos lehessen a teljesítésben, de tudok olyanról is természetesen, ahol a vevők úgymond harcba szállnak az adott beruházóval, és próbálják megvédeni és életben tartani a korábbi szerződéseket. Arról is lehet valami, hogy pertársaságokat alapítanak, vagy alakítanak esetleg. Én pertársaságról ezen a területen nem hallottam még, nem tudom. Lehetséges lenne egyébként ebben az ügyben, vagy ebben az irányba gondolkodni, de szerintem nem ez a döntő kérdés egyébként sem. Ezt én magam... Veszedfejszennyele egyébként, azt gondolom egy picit. Igen. Hogy lehet kivédeni egyébként ezt a helyzetet? Tehát mire kell figyelni a szerződés megkötésekor, mind a kettőtoktól kérdezem, hogy neked is legyen a garanciád, mint a vevő, de mint a másik oldalnak. Most ugye beszéltük a pozitív példáról, tehát amikor maga az értékesítő írja bele azt, hogy
ha nem teljesül, akkor visszafizeti. Igen. Ahogy Ákos mondta, egy nagy beruházásnál, ami még ráadásul banki finanszírozású is, valóban nehezen lehet teret engedni annak a beruházó részéről, azoknak a vevő igényeknek, hogy minden vevőnek a saját ügyvédje vagy a saját igényei egyedileg meg tudjanak jelenni egy szerződésben. Ez tényleg nehezen elképzelhető és nehezen kezelhető. Eleve standard szerződések vannak, hogy ezt igen, mondjuk igen, el. És valóban, hogyha banki finanszírozás van, akkor a bank gyakorlatilag elfogad egy szerződés tervezetet, ami megköti a beruházónak a kezét is a módosítások. Csak a banki hitel esetén nem, van. Nem, ez a projekt hitel. A projekt hitel, igen. Abban az esetben, hogyha nincs banki finanszírozás, akkor elvileg teret engedhetne a beruházó, de én azt tapasztalom, hogy a nagyobb lakásépítő cégek kőbevésett eleve finanszírozottak is, másrészt pedig kőbevésett szerződés tervezetekkel dolgoznak, olyannyira egyébként, hogy olyan módosítási javaslatokat is lesöpörnek az asztalról, ami mindkét félnek kedvezőbben rendezne egy adott helyzetet. Nem foglalkoznak ezzel, ők abból indulnak ki, amit a vevő elé tesznek, tehát gyakorlatilag a vevőnek két választása van, vagy megköti azt a szerződést, vagy nem köti meg azt a szerződést. Ami miatt mégis érdemes lehet ügyvédhez fordulni egy új lakás adásvételi szerződés aláírása előtt, az az, hogy a vevők nincsenek tisztában azzal, egy 8-10-15 oldalas szerződésről beszélünk, hogy pontosan mi is a tervezett folyamata az építkezésnek, illetőleg mi a tervezett jogi folyamat, aminek során egy telekből egy társasházi lakás, és ráadásul az ő tulajdonába kerülő társasházi lakás lesz. Ezt legalább ennyire hasznos lehet egy ügyvédet igénybe venni, hogy elmagyarázza, hogy mi fog történni, és akkor bár változtatni a szerződésen nem lehet, de gyakorlatilag ezt a folyamatot megítélve döntheti el a vevő, hogy szerződik-e vagy sem. Ákos, arra említetted, hogy Viszmajorra hivatkoztak egy adott esetben építőanyag ár emelkedésre. Mi lehet még Viszmajor, mind a kettőt okozni? Hát ez nem az egyébként szerintem. Én is az én véleményem, hogy ez nem az. Van olyan szerződés, tudunk róla, ahol a beruházó már eredetileg beletett egy olyan pontot a szerződésbe, hogy ha bizonyos feltételek teljesülnek itt, hogy az áremelkedések és egyebek, akkor jogosult ettől elállni. Ott azt gondolom, hogy már egy picivel erősebb a beruházó lehetősége abban, hogy elálljon ettől az egész többet, hogy ott is bizonyítani kell, mert ugye az nem feltétlenül objektív, hogy mennyivel drágultak az építőanyagárak, hogy hol van az a szint, ami után ezt megteheti, vagy nem. De hogyha ezt nem tette bele az alapszerződésbe, akkor azt gondolom, hogy azért ez nagyon nehezen tekinthető Viszmajornak, mert azért az teljesen mást jelent ebből a szempontból. Véleményem szerint ez simán a beruházónak a kockázata. Tehát ugye az, hogyha valaki vállalkozik egy termék előállítására, legyen az ez az üvegpohár, egy toll, vagy akár egy lakás is, ugye akkor ennek az előállítójának ugye kell azzal a kompetenciával rendelkezni, hogy felméri a piac viszonyait, a következő időszakot, ami alatt ezt a terméket létrehozza. És ugye ezt nagyon szerintem nagyon nem fair a vevőre hárítani ezt a kockázatot, hiszen ugye a vevő ezt nem méri fel. Persze a vevő is olvas újságot, hall mindenfélét a tévében, rádióban, de nem egy profi gazdasági szereplő, de lehet, hogy újságot sem olvas egyébként, hiszen nem köteles ugye gazdaságilag tájékozottnak lenni. A vevő kötelessége ebből a szempontból a fizetési ütem terén szerint teljesíteni. Véleményem szerint nagyjából a vevő kötelezettsége egy szerződéses kapcsolatban egyben kimerül, hogy ő vállal egy fizetési ütemezést, és azt teljesíti. Nem kell neki fölmérnie azt, hogy az áfa változik, vagy nem változik 19. december 31 után az építőanyagárak hogyan emelkednek, vagy egyebek. Ugye ami egy mozgástér, és azt ugye a feleknek ugye azért egyeztetniük kell, ezek a csúszások és határidők. Ugye azt gondolom, hogy ott azért ugye, és a szerződésnek, általában ezeknek a szerződéseknek rengeteg pontja rendelkezik arról, hogy ha csúszik a beruházó 30-60-90 napot, akkor mi történik. Azért ott a vevő is sejtheti, hogy ez benne van, hiszen egy monstrum, egy nagyon nagy építőipari beruházás, egy nagyon nagy műtárnak a megvalósításáról van szó, egy kemény tél, bármi ugye egy-két-három hónapos csúszást eredményezhet. Tehát ezek azok a pontok, ahol szerintem egyezkedniük kell a feleknek, mert egészen egyszerűen elképzelhetetlen, hogy megtervezzük azt, hogy jövő télen milyen fagy lesz, és hogyan fogunk tudni dolgozni. Ott valóban vannak olyan pontok, ahol egy beruházó egy picit élhet azzal a lehetőséggel, hogy csúsztatja 2-3-4 hónapot a projektet. Persze a fél évet, egy évet csúszó projektek már nem a tél miatt csúsztak meg, hanem valamilyen beruházói gondatlanság miatt, de
de az, hogy egyébként az építőanyagárak elszabadultak, véleményem szerint nem a vevőnek semmilyen módon felruható kockázat vagy áthárítható kockázat. Ez bizony azt jelenti, hogy a vállalkozó nem mérte fel, vagy nem szerződött le az adott munkára, miközben már árulta a lakásokat, pedig ugye valahol a kettőt egyszerre, vagy fordítottan kellett volna, hogy tegye. Magyarán, amikor szerződik a lakás eladására, akkor neki már szerződésnek kellene bírni az anyagok kapcsolatban is nyilván. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a normális folyamat, igen. Hogy vagy legyen olyan tapasztalata, mérnöki tudása, a költségbecslése, hogy be tudja mérni azt, hogy mennyibe fog kerülni, vagy ha biztosra akar menni, akkor szerződje le a kivitelezői kapacitást. Ellenkező esetben ugye ő egy kockázatot vállal, de akkor ez az ő kockázata, és hogyha ezen a projekten a végén nem csinál hasznot, akkor ez az ő vesztesége a kockázatért cserébe. Most abban az esetben, ugye, amiről beszéltünk, hogy ha úgy látja a beruházó, hogy nem tudja elkészíteni, esélye sincs rá, akkor ugye előbb mondtad, hogy felajánlja azt, hogy vagy fizet még rá néhány milliót, amit ki tudja, hogy hány százalék a lakásának, vagy visszaadja a pénzt. Ez ugye nincs benne a szerződésben. Akkor mit lehet csinálni ilyenkor? Tehát van neki egy szerződésed igazából, ami arra vonatkozik, hogy mit tudom, 19 márciusában átadják. Közben most rájön a beruházó, hogy mégsem tudja átadni. És tesz egy ilyen javaslat, hogy ajánlatot neked, akkor mi történik? Nem biztos, hogy nincs benne a szerződésben. Ugyanis tudok olyan szerződésről, új lakásadásvételi szerződésről, ahová, amiben ezt belefoglalták. És a szerződés esetleges megszűnése esetére egy 5-6 hónapos visszafizetési határidőt vállaltak, nyilván abban bízva, hogy ugyanazt az ingatlan sikerül újra értékesíteni, és abból sikerül a korábbi vevőt kielégíteni. Egyébként pedig, hogyha ez nincs benne a szerződésben, eleve onnan kellene kezdenünk a dolgot, hogy ez a szerződés egyoldalúan megszüntethető-e. Ha ezeket a körülményeket, ugye a munkaerő és az anyagköltség megdrágulását viszmajornak tekintenénk, és ebben én egyetértek az Ákossal, hogy ez nem erről szól a dolog, tehát nem viszmajorról van szó, akkor az egyoldalú megszüntetés lehetősége is nagyon korlátos. Tehát kíváncsian várom azokat a próbálkozásokat majd a beruházó cégek részéről, amikor itt a most fellebbentett elállási szándékokat ténylegesen valamilyen jogilag releváns okiratba foglalva próbálják keresztül vinni a vevőkön. Szerintem nem lesz egyszerű dolguk. Ráadásul még különböző jogi konstrukcióban kötnek szerződéseket a vevőkkel, van, ahol lakásra, van, ahol telekhányadra irányul az adásvétel, és utóbbi esetben egy vállalkozási szerződéssel egészítik ki, és de egyik esetben sem lesz könnyű ebből egyoldalúan kilépni. Magyarán a vevő kiindulhat abból a helyzetből, hogy ő megpróbálja életben tartani az eredeti tartalommal megkötött adásvételi szerződését. Egy fontos relatíván fel a figyelmet, amit konkrétan egy ügyfelünk jelzett, aki, illetve nem lesz ügyfelünk, mert valószínűleg nem fogja visszakapni a pénzét, mert ugye ő lekötött egy 2007 elején egy projektben egy ilyen lakást, ahol most ugye neki mondták, hogy vagy többet fizet, vagy nem kap lakást, és ő nekünk ugye elmesélte, hogy ugye ő nagyjából 450 ezer forintos négyzetméter áron kötötte le ezt az ingatlant, akkori piaci viszonyok szerint. Ma viszont ugye objektív módon fölmentek az árak, tehát én nem azt vitatom, hogy fölmentek ugye a négyzetméter árak, a kivitelezési költségek és a díjak, de ma ő ugyanezt a lakást 550-600 ezer forintos négyzetméter áron kapná meg. Ugyanebben a projektben, vagy egy másik projektben, ahova ugye el szeretne menni. Ő azt gondolja, vagy úgy értelmezi, hogy őt kár érte, hiszen ma körülbelül 150 ezer forintos négyzetméter ára drágábban tud venni, miközben ő két évig ugye nem foglalkozott ezzel a dologgal, tehát ma szembesül azzal, hogy ugye neki egy új helyzetet teremtette ez a beruházó. Ez ugye egy 60 négyzetméteres lakás esetében 9 millió forintos többletet jelent, tehát ha vissza is kapja a pénzét és elmegy egy másik projektbe vásárolni, 9 millió forintot veszített az ő értelmezése szerint. Őt kár érte ebben az esetben? Jogilag? Így van, és meg is kísérheti ezt egyébként. Peresíteni, így van. Világosan, ez jó tanács, hogy ebben az esetben. Jó, de mire megy vele, mert ugye nem fog tudni új lakást venni. Az, hogy ügyfelünk vagy nem ügyfelünk, mert ugye ő ma bejött az ingatlan irodánkba, elmesélte azt a panaszát, amit őt máshol élte, de nincs pénz a kezében. Hát tehát ugye az... neki van egy tárgyalása, amiből ő vagy visszakapja az alacsonyabb összeget, amiből ma nem tud vásárolni, vagy még az sem, de ő ma nem tud kimenni a piacra, és nem tud vásárolni egy ingatlan, de még használtat sem, tehát gyakorlatilag, ha neki a lakhatása ma kérdéses, akkor ő adott esetben még az albérletének a díját is követelheti valaki. Hogy lehet ezt kivédeni? Tehát ugye a kérdés ugye ez, hogy lehet kivédeni ezt a helyzetet? Tehát én szerződök valakivel arra, hogy x forintért megveszi ezt a lakást. És bejelentik egyszer egy oldalúan, hogy
nem tudják ennyiért odaadni. Mi van ebben az esetben? Oké, kárért, hát hány ilyen volt, most ne menjünk vissza hitelesek. Riasztó lesz, amit mondok, de azt gondolom, hogy sehogy nem lehet kivédeni. Én azt szoktam mondani az új lakásokat vásárlóknak, hogy erős hittel kell bírni ahhoz, hogy új lakásra adásvételi szerződést kössön, hiszen az fizikailag nincs kész, nem lehet megnézni, nem lehet megtapogatni, és kérdéses, hogy kész lesz-e egyáltalán valamikor. A szerződés azért sok mindent eldönt, mert hogy egyébként azokban a szerződésekben, ahol viszmajorként voltak meghatározva egyértelműen nem viszmajor körbe tartozó körülmények, ahol olyan visszafizetési feltételek voltak meghatározva a szerződés esetleges meghiúsulása esetére, amik indokolhatatlanok voltak, akkor azoktól jobb lett volna, elolvasva azokat, jobb lett volna elszaladni, és nem megkötni ezt a szerződést. De a korrekt szerződések esetében is a bizonytalanság egy új lakás esetében szerintem szükségszerűen megvan. De akkor mondjad, az ügyvédről merev álláspontja, mert egy picit hadd legyek megengedőbb, vagy kicsit rugalmasabb, bár ugye ügyvédi álláspont szerint teljesen helyes az, hogy nem lehet kivédeni, hiszen nem lehet valóban 100%-osan kivédeni. A kereskedő máshogy is lehet mondok, találni azért olyan pontokat, amiből be lehet minősíteni egy beruházót, vagy meg kell nézni, hogy ki minősítette be. Mondok egy példát, egy bankfinanszírozott projektet a bank beminősített, tehát ma azt kell, hogy mondjam, hogy a projekt finanszírozás annyira kemény műfaj egy banki világban, vagy egy hitelfelvétel ugye egy beruházói piacon, hogy ott akárkinek nem adják oda a hitelt. Tehát egyáltalán nem rossz az, hogy valaki, tehát mondok egy példát, nagyon sok ügyfelünk megkeres minket azzal, hogy képzeljük el, milliárdos bankhitel van egy beruházáson. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy remek dolog, mert hogyha azt egy neves hazai bank beminősítette, akkor az a beruházás be lesz fejezve, megnyugtató dolog. Ugyanúgy, hogyha megnézzük azt, hogy kivitelezőként kiáll mögötte, ugyanúgy a kivitelező cégek egy bizonyos árbevétel és cégnagyság fölött nem mennek el akárkinek dolgozni, mert nem akar ő is a nevét adni ez az egészhez, nem akar kifizetetlenül maradni. Tehát ez is egy fontos dolog. Meg kell nézzük, hogy milyen cég áll mögötte, hány éves múlttal, milyen referenciákkal, de ha már a Google első oldalán csúnya dolgokat találunk ugye erről a cégről, akkor ez megint csak egy intőjel. Tehát itt azért azt gondolom, hogy... Na, egyet találunk, az még lehet igen, fals. Ez is igaz, sok minden lehet, de utána lehet egy picit ezeknek menni, és hogyha ezek mind úgy összeállnak, akkor kell megnézni azt, hogy most ugye van egy szerződés, vannak ugye különféle jó és rossz pontok, és ekkor kell, hogy értékeljük, de abban igaza van teljesen ügyvéd úrnak, hogy ebben is még lehet bármilyen problémakör, de kisebb eséllyel ott, ahol legalább a kép inkább tisztább, vagy inkább szebb, mint ahol már eredetileg is ugye mondjuk a legbiztonságosabb megoldás feltétlen az, hogy úgy vásárolok lakás, hogy már áll. Tehát bemegyek, látom, minden a helyén van, és akkor veszem meg, még erre is a lehetőség. Nem igazán, erre viszont ellentétben mondjak, mert nem fog maradni. Tehát azért ezek mellett egy olyan felfokozott kereslet van, ez ugye akkor lenne igaz, hogyha a beruházó akkor indítaná el az értékesítést, amikor a végén vagyunk a folyamatnak, avagy ugye tényleg a maradék lakások azért általában nem azt mondom, hogy rossz adottságú lakások, de biztos, hogy nem a kis likvid lakások, mert ezeket biztos, hogy előbb megvásárolják. Tehát sok esetben ugye vagy a tényleg a gyengébb adottságú lakások ugyanabban a projektben, vagy a nagyobb alapterületű, nagyobb értékűek, amiket inkább valóban a vége felé vesznek a projekteknek. Tehát igen, ha egy nagy lakásra vágyunk, akkor ez lehet megoldás, de hogyha egy kis, likvid, akár befektetésnek alkalmas lakást keresünk, akkor viszont valójában bele kell, hogy menjünk ebbe a szerződéses folyamatba, még az értékesítés elején. Igen, meg általában a beruházó akkor indítja el, hogyha amikor a 30%-át már előértékesítette. És hát ahhoz is kell 30%-nyi vevő. Így van, tehát jó, de a 70%-nyi. Jó, ez egy ilyen ördögi körnek látszik. Tehát nem megoldás igazából az, vagy szerencsés esetben megoldás lehet, hogy már kész lakást tudok újként megvásárolni. Ez egyfajta orvosságot jelent el a kérdéséget. Ha marad valami. De legalább nézzük meg, hogy kitől veszünk ingatlan, tehát ugye az már egy nagyon fontos dolog. De ez a használt lakás piacra is igaz, tehát ugye ott az ott élő vevők, eladóknak a körülményeiből sok mindenre lehet következtetni. Csak az már megvan. Amikor elmegyünk az ügyvédhez, az ügyvéd nagyon sokszor elmondja a tulajdoni lap alapján, hogy ez sem tiszta. Tehát ha ott láttuk a körülményeket, és az ügyvéd is fölhívta a figyelmünket, hogy ott a tulajdoni lap sem tiszta, akkor nem szabad belemenni, de ha mégis belementünk, akkor legalább legyük tudomásul, hogy mi szúrtuk el. Beszéljünk meg arról egy picit, amit az elején már felvezettem, hogy ugye egy jövő év végén lejár az 5% az új lakások áfája. Mit vártok? Nem tudjuk még a kormány itt fog lépni. Ugye választások után nyilván el kell, hogy teljen egy kis idő fel az új kormány. Addig van egy ilyen átmeneti időszak, amíg a szakma nem nagyon tud tervezni, vagy nem nagyon tud
mit mondani, hogy most lesz, vagy nem lesz. Szerintem egyébként marad. Jó, ezek ugye tippelgetések, vannak nagyon optimisták a piacon, hogy amikor a miniszterelnök úr azt mondta, hogy folytatják az eddigieket, akkor nagyon sokan úgy értelmezték, hogy akkor az áfa is marad. Én azt gondolom, hogy nem ez volt feltétlenül a miniszterelnök úr fejében legelső szinten, hogy az áfa csökkentés marad, de nem gondolom azt, hogy nagyon el akarnák ezt törölni, vagy ugye ebben ugye egy visszalépést akarnának eszközölni. Ezek mellett ugye azért egy sokkal bonyolultabb jogi környezetről van szó, és uniós beleszólásról és egyebekről. Én inkább azt mondom, hogy csökkentés bizonyára marad, de az én véleményem az, hogy léteznek számok az 5% és 27% között is, és majd ezt a gazdasági szakemberek kiszámolják, hogy ez mennyi adóbevételt hoz, mennyit veszít esetleg vele az állam, vagy mi a tűrőképessége ennek a rendszernek. Zoli? Én, mint nem szakértője ennek a területnek, könnyű szívvel mondom azt, hogy szerintem is maradni fog az 5%-os áfa. Én ezt azzal indokolom egyébként, hogy igazából egy áfacsökkentés hosszú távon térül meg az államnak is. Ugye most azért 4 évről beszélünk. A hosszú táv azért minimum egy 10-15 év. Tehát én azt gondolom, hogy persze így is van nyeresség az államnak, hiszen eleve az új építési lakások 50%-a visszamegy a kasszába. Különböző adójárulékok formájában. Ez az áfacsökkentés pedig megdövelte az építési kedvet, magyarán nagyobb bevétele van az államnak, de ez igazából, hogyha megmarad, akkor ez nagy bevétel, még nagyobb bevétel. Plusz arról nem beszél, hogy egy szakmát nem lehet rángatni. Pláne egy építőipart nem lehet rángatni. Ha megveszed a darut, nem kevés, ugye, meg egyáltalán a költsége nem kevés a beruházásnak. Magyarán nagyon, és már volt már erre példa, hogy rángatták ezt a szakmát. Hogy én azt gondolom, hogy logikusan nem fogják csökkenteni, vagy nem fogják visszaemelni. De az lehet, hogy valóban 5 és a 27 között vannak még számok. No jó, van, köszönöm szépen, hogy mindezt megvitattuk. Önnek köszönöm a figyelmet, találkozunk 1 hét múlva, viszontlátásra. Lakásvásár támogatója a Hungest Hotel Szállodalánc. A lakásvásár szakmai partnere az Ökoházak cégcsoport. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. Ballaingatlan.hu